A DVTK. A Borsodi. És a Volkswagen bemutatja. Egy érdekes mérkőzés volt, ami inkább úgy fogalmaznék, az első fél az rendben volt, helyzeteink voltak, tényleg az első 10 percben kellett volna 2-3 góllal vezetnünk, és utána is az egész játék a kezünkben volt, domináltuk az első fél időt, beléptünk a területbe, elkértük a labdát, lehetett látni rajta, hogy azt, amit gyakoroltunk, azok megvoltak. Második fél időben belementünk egy olyan adokkapokba, amikor elvitt minket is a hév, nem voltak meg azok a mozgások. Ha nem mozogsz területbe, nem mozogsz szabadon, akkor nehéz úgy megjátszani valakit. Úgy gondoltuk, hogy talán elég az, amit addig csináltunk, de az a második félidei csapat utána ráébredt, hogy az kevés lesz esetleg a sikerhez. A második félidőnek a végével voltam elégedett, de attól függetlenül, amellett, hogy nagyon sokat dolgoztak, és tényleg fáradtak voltak, már a mérkőzés előtt savban volt mindenki, úgyhogy ahhoz képest azt mondom, hogy megtettek mindent. Az eredményen lehetett volna még egy kicsit javítani, de hát ez a mérkőzés is elérte a célját, jobbak lettünk, erősebbek lettünk, úgy gondolom, hogy fejlődünk, jó úton vagyunk, de természetesen azokat a hibákat, amiket elkövettünk, azokat próbáljuk kijavítani.